Volánbusz ZRT harmadik alkalommal szervezte meg a Retro napot. Most is veterán gépekkel telt meg a 60-i telephelyük. A közlekedési társaság 2020-ban indította el értékmentési programját, amelynek célja az előd vállalatok különleges járműveinek, a nagy múltú magyar járműgyártás értékeinek megőrzése az utókor számára. Bói Lóránt közlekedés stratégiáért felelős helyettes államtitkár úgy fogalmazott, a retro mindaz, ami egy letűnt korból maradt ránk, legyen az a belső építészeti stílus, ruha, bútor, rádió vagy akár egy autóbusz. Mosóczi László, a Volánbusz vezérigazgatója kiemelte, a társaság nosztalgia flottája folyamatosan bővül, jelenleg 70, köztük csaknem 20 restaurált veteránkorú autóbusszal rendelkeznek. Az idei év főszereplői közé tartozott a frissen felújított Icarus 280-as csuklós busz, amely a 200-as típus család 200.000. Példányaként gördült le annak idején a gyártósorról. Bemutatták továbbá a kívül-belül teljesen restaurált régi fényében ragyogó emeletes Icarus EAG járművet, amelyet egy a Volánbusz által meghirdetett pályázat nyertesének grafikája díszít. Lehetőség nyílt felülni a buszokra, és sétabuszozáson is részt lehetett venni. A többi között elindult az ikonikus Icarus 66.62-es, amit 1972-ben gyártottak, és eredetileg Berlin környékén teljesítette a menetrendszerinti járatokat. A Volánbusz 2014-ben vásárolta meg a gépjárművet, hogy ilyen állapotban láthatja a nagyközönség több éves restaurálási munka eredménye. A rendezvényre sokan kíváncsiak voltak, Benedek Bálint Győrből érkezett. Örülök, hogy itt lehetek, most már a harmadik alkalommal került el ez megrendezés, és mind a három alkalommal voltam, és örülök neki, hogy mindig folyamatosan új járművek jelennek meg, most a két új felújított busz, úgyhogy igazándiból ezeket mindig a fejlődést látni, és ennek örülünk, hogy ez így van ez a program. Kolozsvári Téme a kislányát is elhozta a programra. Meg kell, hogy mondjam, hogy először vagyunk itt, nagyon tetszik, hogy rengeteg busz elérhető, illetve nyitva van, be tudunk menni. A kislányom külön örült, hogy készült neki egy csillámtetoválás. A szókereső játékban részt vettünk, úgyhogy néhány ajándékkal is hazatérünk majd. A retro napon felvonultak a 60-i veterán verdák tagjai által felújított személygépjárművek és motorok, Ladát, Warburgot, Opelt, Chevroletet, Babettát és Pannoniát is láthattak az érdeklődők. Eddig minden alkalommal meghívtak bennünket. 60-ban van egy nagyon erős veterános közösség, ahol egyébként nagyon szép és színvonalas autók vannak, és most is kihoztunk talán 20-25 autót. Itt vagyunk, és megmutatjuk mindazt a csodát, amit itt 60-ban meg lehet találni alkalmanként. Összeállítottak továbbá egy közlekedéstörténeti kiállítást is, ami egyebek mellett régi fényképeket, menetrendkönyveket, térképeket, egyenruhákat, vállalati relikviákat és oldtimer járműveket mutatott be.